Köszöntöm nézőinket! A végéhez közelednek a Turivár keleti oldalánál zajló feltárási munkálatok. Ezzel párhuzamosan megkezdődtek a földmunkák is a vár körül, mivel a Zöldváros projekt bizonyos elemei az Újlaki és a Táncsics utca egy-egy szakaszát is érintik, szükséges lesz ezek lezárása. Előbbi utcán október 12-től 2021. január 4-éig, utóbbi utcán pedig 2021. január 4-től február 1-ig állítják le a gépjármű forgalmat. A Tési dombot ebben az időszakban terelő útvonalon lehet megközelíteni, a Jókai és Árpád utcai nyomvonalon. A közösségi közlekedést igénybe vevők számára ideiglenes autóbusz megállókat helyeznek ki a terelő útvonalon. Gőzerővel folynak a munkálatok a Túrivár körül. A Zöldváros projekt részét képező augusztusban megkezdett régészeti feltárások is a végéhez közelednek. Jelen pillanatban a vár keleti oldalán a régészeti munkálatok zajlanak, ezek befejező stádiumban vannak, illetve itt, ahol állunk, a vár előtti részen, a vár déli részén, a várárok meglévő szelvényének az elbontási munkálatai zajlanak, illetve itt a tereprendezésnek, földfeltöltés készítésnek az előkészítő munkálatait látjuk. Hátul a vár mögött már megkezdődött a várárok szelvényének a terv szerinti kialakítása, illetve a műtárgy építésnek az előkészítése. A Túrivár előtti téren is dolgoznak a munkagépek. A Zöldváros projekt befejezése után a vár környéke a 18-19. Században jellemző formáját mutatja majd. A római katolikus templom és a Táncsics utca között egy finoman lejtő térfelületet alakítanak ki egy Mária kúttal. A munkálatok során feltöltik a vár előtti területet, valamint elbontják az Újlaki út és a vár előtti teresedést kettévágó támfalat. A projekt részeként az egykori szovjet katonai temető helyén pedig egy élővizes területet is kialakítanak egy tóval és a várárok megújításával. A Szent István utca, Kossuth utca irányába már látszik a tónak nagyjából a medre. Ez egy olyan tó, ami kataszteri térképeken, régebbi ábrázolásokon mindenhol egyértelműen látszik, hogy a várat azt egy természetes vízmennyiség vette mindig körül, és hát az 50-es évek városrendezése során került bele ebbe a csatornába, az előbb lent voltunk, és még mindig folyik. Tehát amit mi terveztünk, tavat és vízfelületeket, az nem egy álom, mert annak megvan a háttere, tehát az a természetes forrásvízmennyiség, ami jelenleg a téren keresztül, illetve a vár környékén található, az fogja ezt táplálni. A vár keleti oldalán lévő erődítményrendszer feltárásakor több meglepetés is érte a szakembereket. A munkálatok során középkori falmaradványok is felszínre kerültek. Ezek többségét megtartják és beillesztik a terep rendezésébe. Természetesen a korábban bemutatott tervek nem változnak. A koncepció továbbra is az, hogy a vár keleti oldalának látványát az angol park, valamint intenzív növényzet és vízfelületek uralják. Tudtuk azt, hogy itt van egy rondella, van egy barbakán itt mellettünk a sarkon. A kettő között volt egy falrendszer, ami folyamatosan tette ezt a 15-16. Századi védművet. De hogy ez ténylegesen milyen állapotban van, ezt nem tudtuk. Most a régészek eljutottak odáig, hogy aki a Táncsics utca felől megnézi a területet, látja, hogy nagyon szépen kirajzolódik a rondellának az íves fala. És nem csak egy falról van szó, hanem egy ilyen több rétegű védműről, ami különböző vastagságokba rakódik rá erre az alapfalra, ami az ívet megadja. És a Táncsics utcai árok mélységénél van egy kő megtámasztás ennek az egésznek, ami most elég látványosan látszik, hogy az a régi habarcs, meszes habarcs, amiből ez készült, még mennyire stabilan ott áll. Mivel a munkálatok bizonyos elemei az Újlaki és a Táncsics utca egy-egy szakaszát is érintik, szükséges lesz ezek lezárása. Előbbi utcán október 12-től 2021. január 4-éig, utóbbi utcán pedig 2021. január 4-től február 1-ig állítják le a gépjármű forgalmat. Ezeken a közlekedési pályafelületeken gépjárműforgalom nem fog tudni bonyolódni. A gyalogos forgalom mindkét helyen terelés mellett, forgalomterelés mellett biztonságos módon meg lesz oldva, tehát át lehet közlekedni a területeken, meg lehet közelíteni a Táncsics utcai üzleteket. Viszont ugye a legnagyobb
korlátozást az Újlaki utcának a lezárása okozza, amivel ugye a félváros a Tési Dombára az útvonalra van felfűzve. Ez esetben pedig egy terelő útvonal lesz kijelölve a Jókai utca és az Árpád utcai nyomvonalon. A terelő útvonalhoz igazodóan fog közlekedni majd a helyi tömegközlekedés is, tehát a buszok is, és ideglenes buszmegállók kerülnek kijelölésre. A tervek szerint a műtárgyak nagy része, illetve a burkolt felületek alépítményei is még ebben az évben elkészülnek. Eredményesen zárta a közelmúltban véradó akcióját a Magyar Vöröskereszt Veszprém megyei szervezete a Jószerencsét Művelődési Központban. Tekintettel a vírushelyzetre, a vészhelyzeti előírások betartásával és további szigorítások bevezetésével zajlott a véradás. Külföldről hazatértek, a feltehetőleg fertőzöttek, illetve izomfájdalom, köhögés tüneteit mutató donorok be sem léphetnek a véradás helyszínére. Szabályok azok elég sokat szigorodtak. Az első fázisban is voltak szigorítások, de a másodikban már még szigorúbbak a feltételek. Az előszűrés már a jelentkezéskor megtörtént, melyhez a testhőmérséklet mérésen túl a véradó azonosítására is szükség volt. Az adatfelvétel után egy kérdőívet kellett a donornak kitölteni, majd az orvosi kivizsgálás, a hemoglobin szint ellenőrzése és az első véradók esetén vércsoport előzetes meghatározása történt meg. A vizsgálatok eredményének értékelésével döntött a kivizsgáló orvos a véradásra való alkalmasságról. Hála jó Istennek, azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon jó most itt Veszprém megyében a helyzet, ugyanis nálunk vérhiányról nem beszélhetünk, nagyon jók a készletek, és tudjuk segíteni eleve a fertőzötteket, de egyébként is tehát az irányított műtéteket is meg tudjuk tartani, mint ahogy az országban nagyon sokan értesülnek róla, hogy ezeket a műtéteket ugye elhalasszák, mert nincsen kellő, megfelelő mennyiségű vér, de nálunk van. Tehát én büszkén mondhatom azt, hogy ugyanúgy most, hogy itt vagyunk Várpalota, de az összes terület, tehát Zirc, Veszprém, Várpalota, Balatonfüred, Ajka, Tapolca mind tökéletesen és nagyon jól teljesít. Napjainkban a nagy létszámú munkahelyek, iskolák kiesésével csökkent ugyan a potenciális víradók száma, de a megye települései jól teljesítenek, mondta el az esemény szervező területi képviselő. A megyében rendelkezésre álló vérkészletek nem teszik szükségessé irányított műtétek elhalasztását vagy felfüggesztését, bár vércsoport hiány most is van, ám ez nincs összefüggésben a kialakult helyzettel. Például ARH negatívos vércsoport, az egy nagyon-nagyon ritka, arra szoktuk mondani, hogy az még nagyobb kincs, de minden csepp vérkincs. A mintegy 6 órán át tartó akció alatt 27 donortól, köztük két új véradótól közel 12 liter vért gyűjtöttek be. A 26 zsáknyi vérből 9 zsák irányítottan került elszállításra, a többi az országos vérellátó szolgálat készletébe került. Örömmel mondhatom, hogy az általunk ismert számok az országos emelkedéshez képest továbbra is nagyon jó arányt mutatnak. A mai napon 7 fertőzött személyről van tudomásunk, és 28-an vannak hatósági karanténban. Az külön örömmel tölt el, hogy az óvodáink, iskoláink zavartalanul tudnak működni, és egyik helyen sem ütötte még fel a fejét a koronavírus járvány, és azt kívánom magunknak, az iskoláknak, az ott tanuló gyerekeknek, pedagógusoknak és a szülőknek is, hogy ez maradjon is így. És megint szeretném megköszönni az együttműködésüket, mert hiszem, hogy ez csak úgy sikerülhet, hogyha minél többen megpróbáljuk betartani azokat a különböző előírásokat, legyen az maszkviselés, kézfertőtlenítés, vagy éppen kézmosás, illetve értsük bele lehetőség szerint a távolságtartást is. Azt gondolom, hogy amit egyén szintjén meg lehet tenni, azok ezek, és hogyha ezt minél többen megtesszük, akkor van esélyünk a járványnak a mérséklésére. Úgy tűnik, hogy Várpalotán ezt eddig meg tudtuk tenni. A leginkább az idősekre kell odafigyelnünk, hiszen az is teljesen egyértelművé vált az elmúlt hónapokban, hogy továbbra is ők a
legveszélyeztetettebbek, legkitettebbek ennek a járványnak, úgyhogy itt szeretném felhívni a családok figyelmét is, hogy fokozottan figyeljenek az idős hozzátartozókra, illetve a térségi népjóléti gondozási központnak azt a segítségét is szeretném ismertetni, amit már tavasszal is igénybe vehettek azok, akik rászorultak, hogy mind gyógyszerkiváltásban, mind bevásárlásban a térségi népjóléti gondozási központ munkatársai nagyon szívesen segítenek. Hétköznapokon lehet jelezni az ilyen jellegű igényt, és akinél szükséges, ott ők ezteket a segítségeket nyújtani tudják. Én javaslom, hogy minél többen éljenek vele, mint ahogy azt is javaslom, hogy a ingyenes influenza elleni oltással is minél többen éljenek, mert ebben a mostani időszakban, amikor ha mind a két járvány beindul, az nagyon-nagyon nagy terhelést jelenthet az egészségügyi ellátórendszerre, ezért a védőoltás az nagyon fontos a idei esztendőben. Én személy szerint nem szeretem túlságosan, de az elmúlt két évben beadattam, az idén is meg fogom tenni, és erre próbálok biztatni és felhívni mindenki mást, hogy cselekedjen így, és próbáljuk ilyen módon is mérsékelni legalább ezt a fajta járványt, amivel ugye egyébként évről évre szembe kell néznünk. A koronavírus esetében pedig abban kell bíznunk, hogy viszonylag rövid időn belül meg lesz az új vakcina, és a jövő esztendőben már az is rendelkezésre fog állni, és ilyen módon egyfajta védettséget élvezhetünk majd, hogyha ezt a oltást megkaphatjuk már a jövő esztendőben. Addig azonban nehéz hónapok előtt állunk, hiszen azt látjuk, hogy amíg ez nem áll rendelkezésre, addig a saját felelősségünk jelentős mértékben megnő, sok múlik rajtunk. Én arra hívok fel mindenkit, hogy nagyon vigyázzunk egymásra, ne menjünk, ha lehetséges, olyan helyekre, rendezvényekre, ahol várhatóan sok ember gyűlik össze, illetve minél többet tartózkodjunk kint a szabadban, illetve hogyha rendezvényre megyünk, amíg az idő engedi, akkor azokat a rendezvényeket részesítsük előnyben, amelyek szabadtéren kerülnek megrendezésre. A társasházi közös képviselőknek továbbra is lehetőségük van fertőtlenítőszert kérni. Aki még nem tette meg, az forduljon bizalommal Sándor Tamás a jegyző úrhoz. Ő koordinálta ezt a feladatot a tavasszal is, és most is őt lehet megkeresni ezekkel a kérésekkel, illetve természetesen zajlanak a fertőtlenítések a közterületen is. Azt gondolom, hogy ez is nagyon fontos a kültéri tartózkodás tekintetében, hogy próbáljuk ilyen módon is megóvni a lakosságot. Még egy felhívással szeretnék érni. A térségi népjóléti gondozási központ most már 14 éve szokott szervezni gálát a szegénység elleni világnap alkalmából. Az idén ez a gála nem kerül megrendezésre az ismert okok miatt, azonban a segítséget így is meg szeretnék adni azoknak a várpalotai személyeknek, akik rászorulók. Ezért aki szeretne valamilyen adománnyal, tartós élelmiszerrel hozzájárulni ehhez a világnaphoz, ehhez az akcióhoz, az megteheti a tartós élelmiszer vásárlásával és annak eljuttatásával a térségi népjóléti gondozási központ telephelyén, központjában a Mártírok úton, illetve támogató jegyet lehet vásárolni, ezt az óvodákban, illetve az iskolákban fogják elérhetővé tenni. Ilyen módon lehet szolidaritást vállalni azokkal az embertársainkkal, akik nehezebb körülmények között élnek. Erre is szeretnék felhívni mindenkit, akikben van ilyen irányú affinitás, hogy ilyen módon tud segíteni az elkövetkezendő hetekben.
Zajlanak a városban a különböző beruházások, az uszoda építése is ütemszerűen folyik, illetve a zöldváros kialakítása Várpalotán című beruházás is. Ott október 12-től kell számolni útlezárással, gyakorlatilag 3 hónapon keresztül, január közepéig. Ez jelen pillanatban a Újlaki utca és Weinstein utca kereszteződését illeti, ott térburkolási munkák fognak zajlani, ezért október 12-től más útvonalon kell majd közlekedni a Tési domb irányába. Erről az internetes felületeken, illetve az újságban, valamint a Hírcentrum Kft.-n keresztül is többször tájékoztatni fogjuk a lakosságot, és kérjük a megértésüket. Arra szeretnék kérni mindenkit, hogy vigyázzunk egymásra. Nehéz hetek, hónapok állnak előttünk a vírus tekintetében. A normális életet amennyire lehet meg kell próbálni fenntartani, tehát az iskoláknak, óvodáknak működniük kell, a gazdaságnak is működnie kell, ezért csak akkor tudjuk ezt megvalósítani, mi itt Várpalotán, illetve országos szinten is, hogyha együttműködünk és betartjuk a különböző előírásokat. Erre szeretnék kérni mindenkit, és szép hétvégét kívánok minden várpalotainak, illetve aki nézi a jelenlegi híradást. A zene világnapján adott az elmúlt csütörtökön koncertet a Tinódi Kamarakórus a Túrivárban. A művészeti együttes repertoárja most is nagyon színes volt, egyházi művek, örökzöld slágerek és egzotikus népek zenéi is felcsendültek az esten. Thank you.
Thank you.
caminar, porque no tiene por qué la falta. Mayorra que fumar, arrasa para el cadino, Chihuahua para soldado, para mujer de Jalisco, para más toditos lados. La cucara. Looking from a window, who is like
Oh.
Presszót látták, adásunkat most a Sztár Portréval folytatjuk. Köszönöm figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra! Portré. Mindjárt kezdünk! Együttműködő partnerünk a Hotel Orchidea Tengerinc. Együttműködő partnerünk a Klum Paprika Holland lakberendezési bolt, ÉRT. Minden, amitől lakása otthonná válik. Együttműködő partnerünk a Mária Rádió. A műsor korábbi adásait a starportré.hu oldalon is megnézheti. Minden héten ugyanekkor, ugyanitt Starportré. A műsorvezető Molnár Szabolcs. Te mennyire voltál nagyon-nagyon rossz? Én eleinte nem nagyon, tehát nem fedeztem fel ennek az ízét még gyermekkoromban. Hát az általános iskolában még csak úgy kapizsgáltam, hogy mi ez, és akkor kapott el igazán ez a jó feeling, amikor megjött a punk zene, az ilyen 83 környékén, 82, akkor robbant be Magyarországon, és engem is rögtön elkapott. Tehát nyilván valamilyen nagyon, nagyon negatív dolog érkezik, arra nekem föl kell üljek, tehát ez nem kerülhet ki engem. És akkor jött a punk zene, jött a punk mozgalom, nyilván mi csatlakoztunk, főleg egy barátomnak köszönhetően a Hadzsi Imi, aki kim volt, akkor még NSK, mert ugye Németország két részből állt, és NSK-ból hazajött, és hozta 40 punk lemezét, hogy felejtsél mindent, Kiss meg Deep Purple, ez gyenge, nem érdekes, Aerosmith fel kell felejteni, csak punk van. GBH, Peter and the Test Tube Baby, Sex Pistols, Clash, és ezek vannak most. Meg a Exploited, úgyhogy ezt kell hallgatni, figyeld, ez az új világ, ez a jövő. És tényleg úgy éreztem, hogy ez nagyon jó, kellően idegesítő a normális emberek számára, ahogy nekem tetszen, és akkor így nagyon elkapott ez a rossz csontság. És azóta szerintem vissza se keveredtem már a főútra. Na, hát én azóta ilyen susnyásba téveigek. Nem is vagy annyira rossz, és lehet, hogy ott sem voltál, de egyébként lehet, hogy nem voltál. Te. Bocsánat, nem a gonoszságot mondtam, a rossz csontság. A rossz csontság az nem feltétlenül rossz, az a legtöbb embernek tetszik, és a legtöbb embernek azért tetszik, mert nem teheti meg, és irigyli azt, aki megteheti, vagy van bátorsága megtenni. De csak hogy nem merik megcsinálni, csak hogy az, akik megmerik csinálni, azokat így irillik, hú, de jó, én is ilyen lennék, de hát nem lehet, mert tudod a család, meg nekem ez kell, meg nekem az kell, nekem ilyen kötelezettségem van. Egyszerűen annyi az egész, hogy nem kell ezeken tudomást venni. Micsoda? Hát miért ne tehetnénk meg? Azt csináljuk meg, amit akarunk. Na de a gonoszság az tényleg más, mert azt talán az gondolom, azt te se nem szereted. Nem, a gonoszság, semmilyen közösséget nem vállalok. A rossz csontsággal mindent. És akkor ez hol válik el egyébként a kettő valahol, mert végül is... Az, amikor már másoknak úgy ártunk, hogy tudatosan, szerintem az a gonoszság, amikor teszek magam a saját érdekemnek megfelelő dolgot, hogy azokkal másokat sértek, sőt nem csak sértek, hanem másokat kifejezetten tönkre teszek. Tehát ha másokat bántok szándékkal, az már gonoszság. Hogyha csak egy kicsit piszkálom őket, csak egy picit, kis tupfasz belefér. Tehát a pici vérszívás, anélkül viszont meg nincs meg semmi. És bevillan nekem mindig még egyébként ez a Quimby feldolgozás, amit mondtál, Hasztala. Hasztala gangsta. Hasztala gangsta, az a címe, és ott például Varga Livius ördögöt alakít, téged eltemetnek. Igen, de nem tudom, a végét figyelted, hát a lényeg az üzenetnek a legvége, hogy a gangster rap és ezzel együtt Döglégy Zoli örök és halhatatlan. Mert eltemetnek, de kikelek.
A sírval is ott vár engem a kutya, a sátán kutyája, aki aztán lehet az Isten kutyája is. És ez a Liviusnak a kutyája volt, nem az enyém, ez egy fekete kánekorzó keverék volt, és Tündér Magnus névre hallgatott. És olyan jó kutya volt, hogy a Livius így mondta neki, amikor vettük fel ezt a jelenetet, ott marad, ül a Magnus, Zoli bácsi ráteszi a fejedre, azért a pórás szépen nyugodtan. Ilyen nyugodtan tűnt, még puszit is adott nekem a közeli képen. Magnus szenzációs, csodálatos dolog volt. Igen, egyébként volt azért félelmetes része, mégiscsak egy temető volt, ezt tudod. És akármilyen el tudja emelni az ember, oké, most úgymond színész vagyok, hanem is a szó profi értelmében, de ugye szerepet játszunk, és oké, ez meg egy helyszín, amit nem lehet fölépíteni. Azért mégis egy kicsit úgy éreztem, hogy nem vagyunk itt túl tiszteletlenek, igyekeztünk halkak lenni, meg hamar végezni, hogy ezzel ne legyen probléma. Mégiscsak megszentett föld. Hát aztán, amikor az volt, hogy nem egy cső lesz, hanem ott valamilyen gödröt találtak, tehát tényleg olyan volt, mint egy sírba lennék. Hát ott egy picit átjárt a hideg. Na de erről később vagy soha. Később vagy soha beszélsz? Igen. Tényleg? Igen. De tényleg egyszerűen nem is beszélsz róla? De olyan nincs, amiről én nem beszélek, az csúnya elfolytás lenne. Na, mert mást akkor képviselek ezzel kapcsolatban, csak jaj. Azt gondoltam, hogy itt talán nem szoporítanám ezzel a szót. De ha érdekel, akkor szívesen mesélek. Egyrészt az a része is, hogy azt mondod, hogy a temetőben tényleg ott lenni, és lényegében, ha úgy mondjuk kívülről nézve, mondjuk egy idős néni mondhatja azt, hogy a fiatalok idétlenkednek, vagy szemtelen viselkedéssel ott megjelennek a temetőben. Vagy meggyalázzák ezt a szent. És még akár ezt is mondhatja, persze. Igen. És lényegében tényleg ezt csináljátok, hogy ott eljátszátok. Igen. Hogy gangsta meghal, igen. És akkor ott a temetésével játszadoztok, pedig hát ő nem is halt meg, más emberek sírboltja ott van a környezetetekben, és akkor ott játszadoztok, igen. A temetőben, ja, aztán ráadásul megjelenik ez a fiatal ember, igen. És mit képvisel? Megjeleníti az ördögöt. Hát igen. Na de mit éltél ott akkor, meg tényleg a gödörben, egy sírban voltál, ördögöt játszottál, igen. És... igen. Hát igen, ott ugye arról szól, hogy dumálok a gangstának, a saját szavait forgatom ki ellene, és azt mondom, hogy alig várom, hogy legyen-e. Nagy volt a szád ide fönn. Na majd most itt meglátod, mi a helyzet. Nagyjából ez a tanulság azon monológiának. Ezt kellett eljátszanom. Ja. Hát ez egy élvezetes színészi munka volt. Kis bizergéssel. A környezet túlságosan eredeti volt ahhoz, hogy az ember ne gondoljon bele. Milyen utólag nem félek. Ott akkor kellemetlen volt az, hogy itt valakinek nagy szomorúsága van, mi pedig itt egy forgatása jellemző, meg a magának a... Hát a forgatása jellemző nyilván nem egy szomorú, halottak napi, elcsendesedő, magába forduló világot teremtettünk ott miniben, még akkor is, ha tiszteletudó volt mindenki, hanem zene volt, újra játszottuk, és hát nem tudom mi. Az egész nem illett teljesen oda, maga a forgatás egy temetőben. De a végeredmény az viszont hiteles lett, tehát sikerül elmesélni, és hát én szeretem a mesélést. Akkor is, ha leírjuk, akkor is, ha film készül, vagy klip. Az egy jó dolog, sok jó dolgot közvetít. Ez így van, átkozottú rendjén. De mondasz ilyen szavakat, ez már a harmadik, hogy átkozott, akkor mondtad az ördögöt, bizony. Ez egy sátán, én nem is tudom milyen kép, mondtad hát a házasságra. Hát ezért finoman jelzem, hogy én hova tartozom inkább. Tehát a zajosabb, kénkőszagú, de szórakoztató csapathoz. Na de hát, mire véljük ezt? Mi ez? Miért mondod ezt? Miért csatlakozol oda, sőt, miért mondod magad egy ilyen táborhoz? Hát, mire véljük ezt? Hivatkozhatnék arra a finom kis sorra Goethétől, amelyet amúgy meg életem egyik nagy kedvenc regényében, Mester és Margaritában Bulgakov is idéz. Tehát ez a része az erőnek, amely mindig rosszra tör és mindig jót művel. És ez egy roppant fontos gondolat, hogy igen, én az ördög oldalán állok, bár ugye a katolikus egyház szabályai szerint az ördög ügyvédje is az ő oldalukon áll sok tekintetben, de igen, én vagyok az örök kétkedő, én vagyok az ördög ügyvédje, én vagyok az, aki mindig megnézi a dolgok sötét felét. És? Vagy pedig csak azt? Nekem ez a fontosabb feladatom. Tehát ha többi embernek szüksége van rám, akkor pontosan azért,
Mert én vagyok ez a ronda, szkeptikus, ironikus ember, aki nem hagyja, hogy belefújjuk a nyáltengerbe, meg hogy ez minden a legnagyobb rendben van. Én meg azt mondtam mondani, hogy na, így, lehet, de akkor nézzük meg, hogy tényleg minden rendben van-e. Na jó, hát így már egy kicsit jobban értem, mert én is szeretem mindig megnézni mind a két oldalt, sőt, én például szeretek jót mondani arról, vagy keresni valami jót arról, amiről mindenki más rosszat mond. Na de most eszembe jut az egyik, ami eszembe jut, hogy nem félsz esetleg attól, hogy a végén leéled az életedet, még mondjuk 40-valahány évet, mondjuk, és aztán a végén pedig annyit törődtél ezzel a fekete erővel, hogy beszippant. Na hát én csak kérdezem. Mivel soha életemben nem hittem az e világon túli erőkben, viszont nem mélyen, csak el fogalmazok, és hiszek ebben a világban, engem alapvetően az a kérdés foglalkoztat, hogy 35-45 vagy akárhány év múlva én barátságban leszek ezzel a világgal, meg ezzel az élettel, meg azok az emberekkel, akik itt élnek. A többi ez meg legyen valakinek, valaki másnak a problémája, és valaki megnyugtatott a felől, hogy hát én valószínűleg akkor majd valamilyen bizonytalan zónába fogok tévedni. Mert azt mondtam, hogy különösebben nem zavar engem egyetlen egy dolog foglalkoztat, hogy amíg itt vagyok, addig megpróbáljak helyesen, felelősen eljárni, és közben néha nagyokat röhögjek. Picit közelebb hajolsz, megmutatom neked, hogy miről van szó ide, még közelebb picit. Ennyit teszel, pont ennyit kapsz vissza. Ennyit teszel, pont ennyit kapsz vissza. Ezért hát óvatosan egy bárki, aki egy egyetlen embert elpusztít, vagy megöl, az egy univerzumot pusztít el. Gondolom én, hogy önmagát is elpusztítja az, aki pusztít, mert ő már akkor maga a pusztító, a pusztulás. Ez abszolút így van. Nagyot lehet, hiába nincs idő, elképesztő módon lehet lezuhanni mégiscsak lejjebb a létezés fokain, a szinte alig létezés szintjére, és onnan megint ezer életek visszakapaszkodni. De mivel van rá idő, mivel nincs idő, ezért van rá idő. Megteheti a lélek, ez a szabad akarat csodálata, megteheti, bármit megtehetsz, tedd meg, viseled, vidd magaddal. Hát, most ezt mondod, bármit megtehetsz, tedd meg, én azért ezt nem tudom így mondani, hogy bármit megtehetsz és tedd meg, hanem inkább bármit megtehetsz, de a jót tedd meg. Én azt mondtam, tedd meg, és visel. Hát tudom, hogy ezt mondtad. Magaddal csak a puttonyon, a jót, a rosszat, te döntöd el. Ez a szabadakra, te döntöd el, hogy mit teszel. Csak vannak törvények, most nekem itt hivatalból is ki kell állni a műsor miatt is. Így van, a háromdimenziós létezés törvényeit érdemes betartani. Ennek a fajta háromdimenziós létezésnek a törvényét, hiszen törvények nélkül nem tudunk létezni. Itt ebben a háromdimenzióban nem megy. Hogy a fenében minden? Én arra értettem, hogy mindazok, akik tudom, azt hiszik, és azt gondolják, hogy bármit, bármikor megtehetnek, akkor az nagyon-nagyon nagy tévedés. Neked célod az, hogy letedd sorban az összes bűnödet? Hát ez egy nagyon jó kérdés. Ez egy nagyon jó kérdés. Még jobb lenne, ha el se hangzott volna most itt. Mert nem, csak... Az összeset, minden igyekezettel letenni. Igen, csak hagyd kérdezzek vissza, nem. Jobb lesz attól? Igen. És akkor más ember leszel? Újra visszajön szerintem. Én úgy tudom elképzelni, hogy az embernek egy igyekezete kell, hogy legyen, hogy legalább a szándéka meg legyen, hogy le akarja tenni. De az más. Tehát az, meg van, leteszi. Igen, de az, hogy le akarom tenni a bűneimet, benne, hogy... az, hogy le akarom tenni a bűneimet, az nálam legalábbis egyenértékű azzal, hogy jobb ember szeretnék lenni. Mm-hmm. És úgy gondolom, hogy az, aki egy minimum 90-es IQ-val rendelkezik, az mindenki úgy éli az életét, hogy jobb és jobb ember van, legyen. Szerintem egy igen. Csomóan vannak úgy, hogy én már így vagyok, engem így fogadjanak el, én ilyen voltam, én nem változom, mindig is ilyen voltam. De a hátsó agyában annak is benne van az, hogy lehet, hogy ha egy picit ezen változtatnék, akkor jobb ember lennék. Nem fogok változtatni, mondják ők, mert annyi minden eltűrtem én is, most már akkor más is szenvedjen, de csak én nem tudom, egy csomóan szerintem. Igen, de ez a büszkeség. Célod letenni az összes bűnödet sorban? Már megbocsájtani magamnak?
Hát így is lehet mondani, letenni. De letenni a bűnöket, mert van a nagykönyvben, van mondjuk 10 féle bűn, meg mindegyiket sorban mindig újra és újra elkövetjük. Igen, a nagykönyvet nem is mindent, de... nem ismerem annyira a nagykönyvet. Én inkább Jézusos sztorikat néztem meg ilyen YouTube-on, meg, tehát nem vagyok annyira otthon a Bibliában. Van egy-két bibliai történet, amit nagyon szeretek és nagyon inspirál, de én azt hiszem, hogy azokat a bűnöket el kell követni. És azokat a bűnöket, azokat jó esetben megbocsájtás kell, hogy kövesse, és a megbocsájtás megértésre, megértést pedig a valódi feltétel nélküli szeretet. Nem értek egyet. Igen? Mert azt mondtad, hogy azokat el kell követni. Szerintem az lenne a cél, hogy minden erőnkkel azon lenni, hogy ne kövessük el. És ha már ez a törekvés megvan, még akkor is elkövetjük. Persze. És akkor tehát minek törekedni, ahogy is elkövetjük. A célnak megint csak annak kell lenni, hogy ezt meg kell próbálni, megteljesíteni, hogy nem követjük el. De szerinted téged Isten úgy teremtett, hogy alaptermészetednél fogva te bűnös vagy? Igen. És valószínűleg ez lehet a kiinduló pont a bűnös ember esete, nem? Hogy a van egy eredendő bűn. Az eredendő bűn az az, hogy elfogadtad a nevedet, és ezzel elfogadtad azt, hogy te Istentől különálló vagy. De ez a név teszi lehetővé azt, hogy te ebből a bűnből visszagyere Istenhez, és megkapd az újra hazaérkezés élményét. Azért gondoltad volna, hogy itt lyukadunk majd ki? Elsejtettem. De tényleg? Nem, mert én szeretem, tehát veled úgy lehet beszélgetni Istenről, hogy nem készülök ki. Mert szeretek valakivel igazából így mindentől függetlenül beszélgetni Istenről. Szabadon. Szabadon, igen. Szabadon. A bűnökkel is a saját személyiségedet és a saját jellemedet tudod fabrikálni és kialakítani. Tehát, hogy a bűn nem csak az örömeid és a jó dolgaid által leszel jobb ember, hanem Bence. Talán a bűneid által is hát leszel jobb ember. De legalább nem direkt kellene elkövetni azokat. Tehát, mert direkt, én úgy gondolom, hogy mindenképpen el lesznek követve a bűnök, de ha még meg sem próbáljuk letenni őket, azért hoztam ide ezt a gondolatot pont, hogy megbeszéljük, mert van, aki nem akarja letenni, szerintem lehet, hogy te se, nem tudom, lehet, hogy én se is azért beszélek róla, de szerintem meg kellene próbálni legalább törekedni rá, hogy letegyük, nem? És akkor nem sikerül, de megint megpróbálni. De. Megpróbálni. De egyébként, de. De hát én nem tudom, tehát hogy azért én úgy gondolom, hogy azokat a bűneimet, amiktől mondjuk szabadulnék, azokat persze, azokat én is nagyon szívesen letenni, meg igyekszem letenni. Megpróbálom letenni. Na, de vannak olyanok, amik meg nem feltétlenül kell, amiket meg nem feltétlenül kell letenni. Nem kell letenni, de bűn. Aha. Hát az meg mi? Nincs is ilyen. De van, tehát hogy például néha makacság. Hát az bűn, az nem bűn. Jó, nem az a klasszik bűn, amire most te gondolsz. Az egy jellemvonás tulajdonság. Hát egy jellemvonás, igen. De... És amiatt tudod véghez vinni, mert ragaszkodsz hozzá, de közben mégis be tudod látni, hogyha be kell, hogy más is lehet, az igaz, az nem bűn. Figyelj, gondolkozni fogok rá, hogy legközelebb tudja, hogy elmondom neked, de abszolút jó ötlet és jó kérdés. Vasárnap mondjuk nem megyek misére. Most vasárnap? Vagy egyik vasárnap? Egyáltalán nem járok misére, vagy amikor ünnepnapok vannak. Na majd aztán egyszer tehát, véletlenül hogy... összetalálkozunk, akkor meg az összalós, igaz, hogy azt mondtam, de most bocsánat, hogy itt vagyok. Igen. De meggyónám, igen, az összes bűnömet. A legvégén. A legvégén, igen. De igazából letenni pedig célod, azt mondtad, hogy szépen jó lenne az a törekvés, hogy szépen sorban letenni, minél kevésbé elkövetni. Csak az jut eszembe még egyébként egy zárójel, hogy talán lehet, hogy az történik sokszor, hogy vannak mondjuk hívő emberek, akik leteszik, meggyónják, és utána megint elkövetik, és akkor lehet, hogy sokan haragvással gondolnak erre, hogy de hát megint elkövette, akkor minek gyónja meg, ha úgyis megint elköveti. De gondolom én, hogy a törekvés, az meg megvan nálad is, nem a törekvés. Igen, tehát azért nagyjából képbe vagyok azzal, hogy
hogy mi az, amikor hibázok, és mi az, amikor jót cselekszek, de mondjuk, ha úgymond nem is járok gyónni, de ha mondjuk teszek egy rosszat, akkor igyekszek utána három jót cselekedni, uh-huh. hogy na. még csak véletlenül se legyen az, hogy valami visszajár. Jó ez a kérdés. Hagyjuk hát nyitva. Hagyjuk hát nyitva. Ja. Neked a nagymama, ő egy hívő nagymama, és szoktál vele találkozni? Hát, miket nem tudsz te rólam? Már nem tudok, már nincs köztünk. Bocsánat, nem tudom. De amikor még volt, sokat beszéltünk, főleg vallásról, ő tényleg az a mély vallásos nő volt, aki minden vasárnap templomba ment, minden pillanatban egy rózsafüzér volt a kezében, úgyhogy igen, vele sokat beszéltünk erről. Hát most már másképp kommunikálunk. Van olyan gondolatod, hogy mit mondana neked most ő, úgy az életre? Hogy miért nem megyek már végre templomba? Ezt mondja. Illetve, hát lehet, hogy rávenne arra, hogy gyónjak végre. Az az érdekesség, hogy én pontosan azt látom, hogy én a gyónás helyett ezeket a dolgokat leírom, és egy forgatókönyvben szerepeltetem. Ez is egyfajta gyónás, egyfajta terápia talán. Nem biztos, hogy minden esetben kell hozzá, ahogy szokták mondani, egy ház, amit kőből és fából építettek. Uh-huh. És mit mond erre a nagymama, amit most mondtál? Hogy ez hülyeség. Azt mondja? Biztos. Minden héten ugyanekkor, ugyanitt, Star Portré. Együttműködő partnerünk a Hotel Orchidea Tengelic. Együttműködő partnerünk a Klum Paprika Holland lakberendezési bolt, ÉRT. Minden, amitől lakása otthonná válik. Együttműködő partnerünk a Mária Rádió. A műsor korábbi adásait a starportré.hu oldalon is megnézheti. Minden héten ugyanekkor, ugyanitt, Star Portré. A műsorvezető Molnár Szabolcs.